közelednek az álláspontok vétóügyben Orbán Viktor szerint. A magyar miniszterelnök lengyel kollégájával Mateusz Morawieckivel tárgyalt kedden Varsóban. Ezután nyilatkozott a lengyel köztelevíziónak az Európai Uniós költségvetési vitával kapcsolatban. Orbán azt is elmondta, hogy a lengyel és a magyar kormány között teljes az egyetértés minden főbb témában, és szerinte jó esélyük van a győzelemre a jogállamisági feltételrendszer ügyében. Az EU következő 7 éves költségvetéséről szóló döntésnek a csütörtöktől péntekig tartó uniós csúcson kellene megszületnie. Azonban a kifizetések jogállamisági kritériumokhoz kötése miatti magyar és lengyel fenyegetés következtében egyelőre bizonytalan az egyesség. És még az is kérdéses, hogy a két ország részt vesz-e a koronavírus járvány hatásainak kezelésére létrehozandó uniós helyreállítási alapban. Miközben az EU német elnöksége a kompromisszum megteremtésén dolgozik, a magyar és a lengyel fél úgy készül, hogy a költségvetés és a jogállamisági feltételrendszer vitája akár még hónapokig is elhúzódhat.